Nem karizmatikus vezetőkre van szükség, és nem erős emberekre. A tököm tele van a karizmával. Tisztességes politikusokra, valamint profi és hatékony kormányzásra van szükség, és arra, hogy aki lopni mer, azt azonnal eltávolítsák még a környékről is. Nem akarom, hogy az új kormány stabil legyen. Az ország legyen stabil. A jövőnk legyen stabil. Nem akarok többé bebetonozott hatalmat. Elég volt. Nem akarom, hogy a kedvenc csapatom állandóan nyerjen, anélkül, hogy bizonyítana. Igenis, érezzék veszélyben a hatalmukat. Tessék szorongani. Minden egyes nap. Tessék rettegni minden egyes nap attól, hogy megbuktok. Azon fog múlni az ellenzék győzelme jövőre, hogy mi szavazók képesek leszünk-e akkor is szavazni az ellenzékre, hogyha nem a kedvencünk nyeri az előválasztást szurkol -e egy újpest drukker a Fradinak? Ha mondjuk a Fradi játszik a BL-ben. Vagy fordítva, szurkol -e egy Fradista az Újpestnek, hogyha az Újpest játszik a BL-ben? Nyilván igen, mert a magyar csapatnak szurkol. Lehet, hogy nem könnyű ez a számára, de mégis megteszi, mert a fontosabb cél felülírja a kevésbé fontosat. És a fontos cél az, hogy a magyarok nyerjenek. Ha az ellenzéki szavazók most azt fogják játszani, hogy ha nem az én kedvencem nyeri az előválasztást, akkor én inkább nem megyek el szavazni, otthon maradok, hát akkor nagyjából semmi értelme nem volt előválasztást rendezni. De semmi. A kérdés az, számít-e valójában, hogy ki lesz a miniszterelnök, ha mondjuk nyer az ellenzék? Tényleg olyan fontos ez? Itt van nekünk ez az ellenzék, olyan, amilyen, és van benne minden kutya füle. Ez egy olyan koktél, amit le kell nyelni, ha nem izlik a felcsúti kannásbor. És akár Dobrev Klára, akár Márki Péter, akár Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök egy kormányváltás esetén, ugyanazok az erők, ugyanazok a pártok állnak majd mögötte, ugyanolyan arányban. Végső soron tök mindegy, hogy ki nyár akik hozzám hasonlóan Márkizaj Péterre szavaztak, tévednek, hogyha azt hiszik, hogy attól, hogy Márkizaj Péter fog nyerni, Gyurcsány Ferenc eltűnik ebből a koalícióból. Gyurcsány ott marad. Akik a DK-ra szavaztak, és azt hiszik, hogy ha Dobrev Klára nyer, akkor a DK fog irányítani, azok is tévednek. A DK-nak nem lesz többsége. Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára nem fog tudni dönteni egyedül semmiről nem gyurcsány irányítja ezt a politikai oldalt, akkor sem, hogyha a Fidesz ezt naponta az arcunkba tolja 30 ezerszer. Ezeknek a pártoknak mindenről tárgyalni kell majd, és ez nem a világ vége, ezt hívják demokráciának. Lassabb lesz a törvényhozás? Igen, lassabb. És ez a normális. Nem az a normális, amit a Fidesz művel. Nem az a normális, hogy úgy változtatgatjuk a törvényeket, akár az alaptörvényt is, ahogy az éppen Orbán Viktornak megfelel és azok is tévednek, akik azt hiszik, hogy értesülni fognak az új videókról, anélkül, hogy feliratkoznának a csatornára, és megnyomnák a csengőt. Bizony. Szóval iratkozz fel, és nyomd meg a csengőt, illetve, hogyha érdekesnek találod a videót, megdobhatsz egy lájkad is. Köszi! akik a Fideszre fognak szavazni azért, mert azt hiszik, hogy Orbán alatt legalább stabil az ország, azok tévednek a legnagyobbat. Ugyanis nem az ország stabil, hanem Orbán Viktor stabil. Lehet, hogy most mindenki nagyon meg fog lepődni, de én olyan országban szeretnék élni, ahol a miniszterelnök helyzete instabil olyan országot akarok, ahol bármelyik pillanatban le lehet váltani a miniszterelnököt. Persze nem azért, mert az ellenzék ezt szeretné, mert az ellenzék amúgy mindig ezt szeretné, hanem mondjuk azért, mert nem azt csinálja, amivel megbíztuk. És erre csak az a garancia, hogyha a kormányban vannak olyan erők, amelyek megvonhatják tőle a bizalmat, és megbuktathatják. És ez szemrebben és nélkül meg is teszik, hogyha erre szükség van. És akkor mi van, ha megbukik egy miniszterelnök? miért ilyen rohadt fontos a miniszterelnök személye. Majd kineveznek egy újat, és hogyha az se válik be, akkor egy még újabbat. És amikor majd az ötödiket nevezzük ki, talán ő már fogja tudni, hogy mi a dolga. Talán megérti, hogy esetleg nem kellene hülyeségeket ígérgetni orba szájba, amiket nem lehet betartani, amit pedig belehet, az pedig be is kéne. És nem mindig a ciklus végén, hanem az elejétől fogva. Nem karizmatikus vezetőkre van szükség, és nem erős emberekre. A tököm tele van a karizmával. Tisztességes politikusokra, valamint profi és hatékony kormányzásra van szükség, és arra, hogy aki lopni mer, azt azonnal eltávolítsák, még a környékről is. Nem akarom, hogy az új kormány stabil legyen. Az ország legyen stabil. A jövőnk legyen stabil. Nem akarok többé bebetonozott hatalmat. Elég volt. Nem akarom, hogy a kedvenc csapatom állandóan nyerjen, anélkül, hogy bizonyítana. Igenis, érezzék veszélyben a hatalmukat, tessék szorongani. Minden egyes nap, tessék rettegni minden egyes nap attól, hogy megbuktok. A magyar kormány nem a Bayern München. Vannak elvárásaim vele szemben. A Bayern München-től nem várok el semmit, azon kívül, hogy nyerjen, és hogyha jól játszik a csapat, ha küzdenek, akkor nem fogok haragudni a Lewandowski-ra, csak azért, mert nem találta el a kaput. De a Bayern München nem is dönt a hazámról, meg az életemről a magyar kormány viszont igen. Ezért a magyar kormány esetében picivel nagyobbak az elvárásaim, picivel többet várok tőle annál, hogy megnyerje a meccset és hogy tartsa keményen a pozícióját. Ha tehát kormányváltás lesz, végső soron egyáltalán nem számít, hogy ki lesz a miniszterelnök. Ugyanakkor mégis nagyon számít, hogy ki nyeri az előválasztást méghozzá azért, mert ha Dobrev Klára nyeri, akkor nagyon szansos, hogy marad Orbán Viktor. Én nem tudom, hogy ezt a dékásoknak miért olyan rohadt nehéz felfogni. Igaz, hogy én egy korábbi videómban még hozzá a kérdezfelelek videóban, ebben felvázoltam egy forgatókönyvet arra, hogy hogyan győzhetné le mégis Dobrev Klára Orbán Viktort. Nem mondom, hogy ez nem lehetséges. Akit érdekel, hogy pontosan miből vezettem ezt le, az nézze meg ezt a videót. De a papírforma továbbra is az, hogy Dobrev Klára nem tud nyerni Orbánnal szemben, pontosabban borzasztó nehéz lenne Dobrevvel nyerni. Talán nem lehetetlen, de nagyon nehéz. És a DK-sok most előadják, hogy mindenki őket támadja, pedig ebben az ellenzékben mindenki elfogadta, hogy a DK ott van, ezen túl vagyunk. Én le fogok szavazni Dobrev Klárára is, hogyha ő nyeri ezt a meccset. A gond az, hogy egy csomóan viszont nem és ha a DK mégis mindenáron ragaszkodik ahhoz, hogy Dobrev Klára legyen a jelölt, miután ők is pontosan tudják, hogy Klárának a férje miatt elég komoly az elutasítottsága, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy nem igazán akarnak nyerni, vagy legalábbis nem a győzelem a legfontosabb a számukra. Erről is volt egyébként egy videóm, hogyha már, ha már ez szóba került, mármint arról, hogy miért érzem sokszor azt, hogy az ellenzék nem igazán akar választást nyerni. Hát a DK-ról nagyon ezt érzem. Ja. A dk elutasító ellenzéki szavazókhoz is lenne az én néhány szama. Ha véletlenül úgy alakul történelmileg, hogy mégis Dobrev Klára lesz a miniszterelnök jelölt, az sem a világ vége egyébként, mert hogy van egy jó hírem. Akár nyer Dobrev Klára, akár nem, sőt, akár ki nyer, az a bizonyos ellenzékváltás már lényegében megtörtént. Lehet, hogy teljesen még nem zárult le, de a nehezén túl vagyunk. Először is ott van Márkizai Péter 20%-os eredménye. Ezzel gyakorlatilag belépett a pályára egy olyan jelölt, aki valódi alternatívát jelent. És hogyha ezen a választáson esetleg nem is fog nyerni, akkor majd a következőn. De ami talán még ennél is fontosabb, rengeteg új szereplő van az ellenzékben, és őket nem lehet kihagyni majd a döntésekből. Ezek az új erők, ezek az új pártok jelenthetik a garanciát arra, hogy A régi baloldal, ami persze még részben ott van, nem követi majd a múlt hibáid bűneit újra. Persze elvileg a frissárú is megromolhat, de most legalább van frissárú. A Fideszben viszont nincs. A Fideszben csak lejárt kolbászok vannak, és ettől más ez az ellenzéke. Nem igaz, hogy nincs különbség, nem igaz, hogy nem történt ellenzékváltás. Nem igaz, hogy nincs alternatíva.